Tavaly decemberben az ESZ Galéria 1 millió dollárért vásárolta meg Tihanyi Lajos egyik festményét egy aukción, ami rekordösszegnek számít. Itt van velünk a galéria két tulajdonosa, Eleni Korányi és Ernst Wast. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy befáradtatok. És a kutyusotok is, akinek a neve? Ferdi. Nagyon jó, köszönjük szépen, de jó, hogy elhoztátok őt is. Beszéljünk a képről, aztán majd ha maradjunk, akkor kutyusozunk is a végén. Jó, hogy mennyire volt nehéz megszerezni ezt a képet, mert ez egy fantasztikus összeg. Egyébként nekem nagyon tetszik maga a kép, meg a stílust is nagyon szeretem, amit képvisel. Hát Párizsban a festmény, ennél már csak Budapest lehetne jobb. Nem, komolyra fordítva a szót, nagyon nehéz volt megszerezni a festményt. Azt hiszik az emberek, hogyha ilyen összegről beszélünk, maximum egy vagy kettő ember tud egy ilyen összeget kifizetni, vagy esetleg úgy fogalmaznék, szán erre ennyi pénzt, de ez esetben ennél a képnél nem volt várható ez az összeg, ugyanis az aukción szerepelt egy csontvári festmény, melyet megelőzött, vagy torony magasan túlszárnyalt 100 millió forinttal, tehát nem volt várható, és igen, miközben lassan ment a licit, 120 milliónál azt hittük, hogy ott megreked, és akkor az lesz az ára, onnantól újabb jelentkezők voltak a kongresszusi központban, úgyhogy hirtelen felment 220 millió forintra, plusz az árverési jutalék. Szerettétek volna már régóta ezt a képet? Tehát nektek ez egy ilyen kinézett, hogy mondjam, tehát régi vágyatok volt, hogy megszerezzétek? Igen, ugyanis egy évvel korábban volt egy hasonló festmény, és annál mi is licitálók voltunk, aha, és nem sikerült megszerezni, úgyhogy plusz ezt a festményt nagyon régóta ismertük. Tehát ez a kétoldalas Tihanyi pont Szent Michel, ennek a másik oldalán az Ádám és Éva látható. Úgyhogy nagyon régóta vágytunk rá, próbáltuk megszerezni a gyűjtőtől, aki nem adta el, és őszintén örültem, amikor megláttam, hogy az aukción felbukkant, mert akkor ez egy nyílt árverés, innentől harcba lehet szállni. Igen, akartam kérdezni, hogy mitől különleges a kép, de már tulajdonképpen majdnem teljes egészében megválaszoltad. Hol lesz a kép, hol lehet megnézni, meg lehet-e egyáltalán nézni a nagy közönségnek? Próbáljuk ezt esetleg a Magyar Nemzeti Galériával egyeztetni, hogy kiállítsuk ott a festményt, de nem egyszerűen csak ezt a képet, hanem a pár darabját, hogy a kettőt megtekinteni. Különleges még azért hozzáfűzném, ugyanis az egyik oldalán az Ádám és Éva 1907-ben készült Nagybányán, és ez a másik oldal Párizs pedig 1908-ban. Igen. És milyen hatással lesz a magyar műkincs piacra, hogy ez a festmény például ilyen áron kelt el, és túlszárnyalt egy csontvárit? Hát ezt most meg fogjuk látni, én még csak azt mondom, hogy paradigmaváltás, de nem csak én mondom, hanem az egész szakma, ugyanis nem egyszerűen csontvárit és munkácsit szárnyalta túl, hanem beigazolódott, hogy a 20-as évek eleje, illetve bocsánat, a 20. század eleje, az felülértékelődik. Legutoljára talán a Tihanyén kívül 100 millió forint volt egy aukción, egy ilyen festmény. Hát igen, Ferdinand, egy kicsit, nem, egy kicsit én is ráfigyelek, de be fog bizonyosodni, hogy felértékelődik ez az időszak, nem egyszerűen árban, hanem minden tekintetben. Ferdi egyébként műkedvelő, tehát, hogy ő bírja a képeket? Abszolút, nem csak a képeket, az egyszerű, ez a falon van. Ferdinand nem nyúl hozzá egy porcelán, egy kerámiához sem. Oktatva van, hogy tényleg. Hogy választottátok, hogy mikor? Ja, úgy, nézd csak. A tenyésztő valószínűleg azt mondta, hogy akkor nézzük meg, melyik lesz az a kutya, aki műkereskedőhöz kerülhet, és akkor ő lett a választás. De őt kaptuk. Valami nagyon jó kennelből van, nem? Igen, a Luxatori kennelből van, hát neki a felmenői, az édesanyja világbajnok, és a tenyésztője egy legenda, ha lehet ezt szakmának nevezni. Úgyhogy Ferdi egy ős magyar vérvonalból származik, és ajándékba kaptuk, ezt el kell mondanom. Tehát mi mindig vágytunk egy kutyára, nagyon jó barátaink Peller Károly, együtt nyaraltunk, és így kanapén ülve beszélgettünk arról, hogy na hát mikor lesz nekünk kiskutyánk. Pénteken este hazarepültünk, megérkeztünk, és hétfőn kiskutyánk volt. Úgyhogy Károly nagyon komolyan vette a vágyunkat. Úgyhogy megkaptuk Ferdinándot, és ő még csak 6 hónapos, de hát akkor, mint egy egyéves vizsla. Igen. Gratulálunk a képhez és Ferdihez is, és köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek. Nagyon szépen köszönjük.